2010 óta harmadjára tartottak időközi választást Pitvaroson. A legutóbbi eredményei vasárnap dőltek el. Radó Tibor maradt a polgármester, a testület viszont új. Radó Tibor tavaly januárban vált meg először posztjától, akkor maga mondott le a képviselőtestület nyomására. Tavaly májusban feloszlatta magát a testület, és idén februárban is. Radó Tibor 2010. október 3-án nyerte el a Pitvarosi polgármesteri címet, azóta helyette nem ült más a székében, ő viszont az említett okok miatt holosan. Most a legutóbbi választás koramely vasárnap zárult ismét ő nyert. Nem volt nagy harc a szavazókért, hiszen nem volt ellenfele. A pitvarosiak 17%-a voksolt, 1241 főből 217-en szavaztak. Radó 187 szavazattal győzött. A február elejei feloszlatáskor én már meg is lepődtem, hogy négy képviselő úgy szavazott, hogy feloszlatjuk a képviselőtestületet, hiszen már csak másfél év van a választásokig. De hát ez a döntés megszületett, én úgy éreztem, hogy, hogy ezt a munkát, amit eddig végeztem, tudom folytatni, és van még bennem annyi lendület, hogy legalább a 2014-es őszi választásokig ezt tudjam tartani. Úgyhogy mindenféleképpen úgy gondoltam, hogy ezt folytatnom kell, és indulok újra. Az viszont meglepett, hogy nem volt ellenjelölt, hiszen eléggé sokan mondták, hogy hát változás kell, és, és, és mindenféleképpen le kell engem cserélni. Hát ehhez képest senki nem vállalta a megmérettetést, de hát így járt. A polgármester tehát maradt, a képviselőtestület szinte teljesen lecserélődött. Bertáné Kecskeméti Katalin, Csábi Jánosné Nénes László Harcsás Ferenc és Léka János nem jelöltette magát. Anderkó Attila volt alpolgármester, viszont igen, ő kapott is mandátimot az új testületben. Forróné Beleznai Mária, Makó Lóránt, Makó Sándor, Tószegi Gyula és Vas Roland mellett. Az, hogy az új testülettel hogyan tud majd együtt dolgozni a polgármester a jövő zenéje. Köszönöm. Én nagyon reménykedő vagyok a dologot illetően, hiszen minden képviselőjelölt, pláne akik meg is nyerték a választást, mindenki jó viszonyban van velem, mindenki pozitívan áll a döntéshelyzetek előtt, és, és mindenféleképpen támogatásukról biztosítottak engem, bár én mindenkinek azt mondtam, hogy nem engem kell, hogy támogassanak, hanem a település érdekében a döntéseket. Tehát Nyilván lesznek megbeszélni valóink, és remélem, hogy lesznek olyan dolgok, amikor ők győznek meg engem, hogy nem jól gondolom a, a adott kérdéskört, hiszen az a cél, hogy a települést képviseljük, és hát nem biztos, hogy mindig nekem van igazam. Radó Tibor elmondta, hogy a falu érdekében gőzerővel dolgozik azon, hogy a lehető legjobb módon el tudja látni tisztségét a jövőben. Azt, hogy indul-e majd a 2014-es választásokon, még nem tudja, de abban biztos, hogy amennyiben igen, akkor nem egyedül fog indulni a posztért.